A mai este az azért különleges, mert olyan darabokat válogattunk össze, amelyeket az elmúlt 6 év során nagyon szívesen játszott a zenekar, és hát úgy láttuk, hogy a közönségnek is nagyon tetszik, úgyhogy ezekből hoztunk egy válogatást, illetve játszunk még 2 teljesen számunkra is ismeretlen darabot. Ez egy Johann de Mey Aquarium című mű, amiben ilyen trópusi halak szerepelnek, egy ilyen programzene, illetve egy Rays of the Sun Rossano Galante művét játszunk majd el. Igen, hál' Istennek jönnek új zenészek. Most 2 új szaxofonossal bővült az együttes, illetve lett egy új tubásunk. És a mai koncertnek egyébként az is az apropója, hogy a régi tagokat is, akik esetleg valami miatt eltávoztak a zenekarból, munkahelyi elfoglaltság vagy egyetem, bármi miatt, azokat is most visszahívtuk, és egy páran elfogadták a meghívást erre. Az nagyon nagy segítség, hogy az idősebb, rutinosabb zenekarosok azok már tudnak segíteni a kicsiknek, és akkor instruálják őket, hogy mit, hogyan kell így csinálni. Úgy próbálok olyan darabokat összeválogatni nekik, amiket szívesen játszanak, tehát könnyen fogyasztható, de szakmailag mégis kihívást jelentő darabokat próbálok összeválogatni, meg szerintem tényleg nagyon jó csapat van. A vírushelyzet jelentősen befolyásolta a mi munkánkat is természetesen, de amint lehetőségünk volt, akkor elkezdtünk nagy erőkkel próbálni. Ugye nekünk most már lassan 3 éve folyamatban van egy valenciai út, egy nemzetközi versenyre fogunk felkészülni, ami ha minden jól megy, akkor most már jövő nyáron megvalósulhat, és erre fogunk majd készülni januártól.